Üdvözlöm Önöket, folytatódik a napi aktuális, és rögtön el is mondanám a legfrissebb értesüléseket, amik az elmúlt percekben érkeztek. Kormányzati, szlovák kormányzati közlés szerint Robert Ficómt még mindig műtik, az életért küzdenek, cáfolták azokat a korábbi sajtóhíreket, mi szerint jobban lenne, és kommunikálni lehetne vele, valamint megerősítették, hogy politikai indítatású lehetett a merénylet. A stúdióban pedig megérkezett csúha Ildikó, az ATV főmunkatársa, Szervusz jó estét kívánok, Kovács András, az origó újságírója Szervusztok! Szervuszok jó estét kívánok! Politikai vitának, politikai vita elintézési módjaként egy merénylet, szerintem olyan szélsőség, amire legalábbis én magam részéről nem számítottam. A ti benne volt ez a lehetőség, bármilyen szinten is, hogy oda jut Közép-Kelet-Európában egy civilizált ország demokratikusan megválasztott miniszterelnöke, hogy nyílt utcán lelövik, Ildikó? Az én fejemben nem volt benne, bár ugye a közbeszéd, azt láttuk a Lengyelországban, a választások előtt a választási kampányban, de itt Szlovákiában is, hogy hihetetlenül kiélesedett, polarizált, gyűlölködő Aggresszív. volt, agresszív akár, és maga Robert Ficó nyilatkozott a napunknak, még áprilisban, és ezt vissza is idézik, hogy oly mértékben szították egyes médiumok az ő megfogalmazása szerint ezt a hangulatot, hogy sokan olyan frusztrációt érezhettek, ezt mondta Ficó, hogy a koalíciós, magas rangú politikus meggyilkolását is el lehet képzelni, és ez nagyon furcsa, hogy néhány héttel ezelőtt ő ezt így előre vetítette, legalábbis ennek a lehetőségét. Nyilván olyan közhangulatot érzékelt Szlovákiában, Igen. vagy olyan kijelentések hát, hangozhattak -e? az el. Valószínűleg fenyegethették őt is egyébként. Természetesen én sem számítottam egy ilyen merényletre elképesztő jelentek, amiket a videófelvételeken látunk, és ráadásul engem azért is lepett meg a dolog, mert azt gondoltam volna, hogy a szlovákiai elnökválasztás, ami márciusban volt, az gyakorlatilag egy hosszabb politikai csörtének a végét jelentette. Peter Pellegrini győzelmével úgy tűnt, hogy a Ficó mögötti tábor egységes, erős, a kormányzás ellenére nem vesztette el a társadalmi támogatottságát, tehát, hogy úgymond az ellenzék, hát most négy évig ellenzékbe kényszerül, és megpróbálja majd a következő parlamenti és elnök választáson fordítani ezen a helyzeten. de hát lehet, megzokom. hogy pont ez volt a... Pontosan, én, ahogy egyik nyilatkozatból kiderült, azt nyilatkozta valamelyik fél, hogy a, a merénylő akkor döntött így, amikor az elnök választás eredménye ismert lett, amikor Pelegrini a vártnál ugye jó van a jobb fölényel győzött, és akkor döntött így. Lehet, hogy valóban ez volt az utolsó csapa pohárba, de ez azért is meglepő számomra, mert Szlovákiában nem beszélhetünk arról, hogy mondjuk olyan hossz, ott folyamatos a politikai váltogazdaság. Tehát, hogy egyszer a ellenzék, a Smer is ugye... Látjuk Ficót is, 12-ben is, korábban 2006-ban. Nem stabil a Tehát, rend. hogy közben lemondott ugye a Pontosan. kuciárgyilkosság után pont egy ilyen erőszakos mert hát 2022-ben volt után, már a, a héger ellen is egy merénylet kísérlet, ami ugye akkor nem volt otthon a héger, ezért elment egy bárba és ott vaktával megölt két embert egy fiatal ember. Ugye azt, mindenki nem véletlenül írja azt vagy ö, amikor a kommentálja a történteket, hogy sokkolta, és hogy demokráciában elfogadhatatlan ez, ahol a vitakultúrát, a párbeszéd kultúráját kell fejleszteni. De érdekes volt, mert olyan hírek is megjelentek, hogy épp a merénylő ellen, aki a Szlovákiában egy írószövetségnek is a tagja, író hogy valamikor biztonsági ember volt, és ellene is egy áruházban vagy plázában próbáltak Igen. valamilyen erőszakos cselekedetet elkövetni, és ő maga hívta föl arra a figyelmet akkor, hogy erő, az erőszak és az agresszió sehová nem vezet. Tehát, hogy Igen. ennek ellenére ilyen merényletre ragadtatta magát, és ha hinni lehet a híreknek, akkor két okot nevezett meg, a közmédia helyzetét, illetve a szlovák igazságszolgáltatás a bírói karát alakítását kett... egyik sem olyan téma hogy ezért gyilkolni vagy ölni kell mind a kettő téma Magyarországon is akkor nekünk is fel kell készülni? hát nagyon remélem, hogy nálunk ilyen nem történik meg bár azért rengeteg hasonló nyilatkozatot olvastunk az elmúlt években egy-kettőből egy, komolyabb botrány is lett, emlékezzünk csak az egyik újságíró írta az, hogy a, által a jobboldalinak vélt, vagy jobboldali sajtóorgánoknál dolgozó embereket ifásplatóra platóra kell hányni. Ő szerencsére eltűnt a magyar médiából az, illető. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezek Tehát itt tovább, a fenyegetés is. Van. Az is igen, volt, igen. Jó, de azért azt tegyük hozzá, legyünk ö, objektívek vagy tárgyilagosak, hogy mindkét oldalról azért nagyon kemény kijelentések hangoznak el. Ugye a hazaárulózás az, az majd hogy nem rendre elhangzik a, a kormány oldalról a brüsszeli pénzek, a momentumos politikusok, vagy a baliberális ellenzéke képviselői kapcsán. Ne, ne, ne tegyünk egyenlőségjelet a hazárulóként emlegetés, és az akasztással fenyegetés. Én nem teszek egyenlőségjelet, csak arra próbáltam egyáltalán, tehát ö, nem lehet egyenlőségjelet tenni, de hogy a, a közbeszédnek a tónusa, a mértéktartás, tehát hogy, hogy, ne a hangulat és az érzelmek szítása, fokozása legyen napirenden, azt gondolom, hogy ebben egyetérthetünk. Egyetértünk, de hát mégiscsak gyúcsán Ferenc volt az, aki az országgyűlésben emlékeim szerint 2022-ben azt követelte, vagy 21-ben volt ez még, már nem emlékszem pontosan, hogy Vidnyánszki Attillát földön futóvá fogja tenni, és mindenki, aki Vinyánszki Attilával valamilyen szinten egyetért, vagy ott dolgozik a Nemzeti Színházban, ugye nem fejtette ki ezt bő, bővebben, úgyhogy én a miniszterelnök hogy ha már ugye Gyurcsány Ferenc egyértelműen a baloldal vezére, itt a jobboldali vezér Orbán Viktortól nem hallottam ilyen szavakat senkivel kapcsolatban. Egy eldöntendő kérdést fölteszek nektek. Ugye azt kérték a szlovák hatóságok... Bocsánatot hatóság. kért utóbb, módosított a Gyurcsány Ferenc ezt a azt hát Egyébként azt... nem a parlamentben mondta. A szlovák hatóságok, hogy a médiumok, honlapok, televíziók kapcsolják le a komment szekciót, ne lehessen, legalábbis időlegesen. Ez viaskodik azért a szólásszabadság alapelvével. Ti megtennétek ezt, ha ti lennétek döntési helyzetben? Lekapcsolnátok a komment szekciót? Hát ahogy, ahogy jelenleg érvényben van például nálunk a, halál, a sima, egy sima halálesetről, amikor öltesebben egy kevésbé ismert színész tudós meghal, ott sincsen kommentelési lehetőség. Én azt gondolom, hogy. És minden... nem egyensúlyú ügynél, tehát, hogy ezek jóval alacsonyabb rendű mm. dolgok. Minden olyan esetben, ami az emberi méltóságot sérti, kegyelet sértő lehet. Most pedig, amikor a Joe Biden és a felesége, de bárkit mondhatnánk, azt üzeni Robert Ficónak, hogy imádkoznak érte, és hogy minél előbb épült. Tehát, hogy ez olyan. Ö, erős nemzetközi reakciót váltott ki, hogy azt gondolom, hogy ha azt mondják, és ugye már Szlovákiában is, a, a szmeres parlamenti elnök, bocsánat, nem jut eszembe a neve, már az ellenzékre mutatva arról beszélt, hogy ez miattatok van, vagy valami hasonlót mondott, tehát hogy már a politikai szinten is egymást okolják, akkor valószínűleg az az elv, hogy, hogy ne fokozzák tovább ezt a gyűlölködést, és hogy nehogy még valami folyománya legyen a történéseknek. Nem, hát Szlovákiában itt még nem beszéltünk róla, azért tényleg a a legutóbbi választási kampánynak egy kiemelkedő eseménye volt amit én is döbbenten néztem, amikor a volt miniszterelnök, Matovics úr, egy autóban, autóval odament egy szmeres rendezvényre, és elkezdett egy mikrofonból, vagy egy hangfalból kikiabálni, majd odament ment Kalinyák, aki jelenleg valószínűleg a miniszterelnök lesz időlegesen a szlovák jog szerint, ott valami nézeteltérés volt, és odáig fölült az egész, hogy a Matovics és a Karinyák gyakorlatilag összeverekedtek az autóban, ott rúgdosultak, ez Magyarországon Te azért... folyult. Magyarországon viszont az itt, elképzelhető Viszont itt nálunk. is láttunk most olyan kommenteket, gondolom a Facebook oldal, ti is láttátok, hogy a békepárti ficó ellen és egy, egy politikai jellegű és gl valami globális hátteret is sejtettek Na De voltak, mögé. voltak olyanok is, az, azokat de... láttad, hogy ebben is előbbre jár Szlovákia, mint Magyarország. Felkészül OV. Példát vehetnénk a szlovákokról. Borzasztó, Igen. amit én előbb idéztem, az a megafontól volt egy ezek a 444-ről ez, ez nem ilyen gyűlölködő volt, vagy nem ilyen szélsőséges, viszont egy ilyen globális, nem összeesküvést, de valamilyen globális politikai hátteret én, láttattak. Én egyes én... kommentek. Érdemes, ugye az eseményeket végignézi. Valóban Robert Ficó volt az, aki, aki Magyarország mellett először kijelentette, hogy nem szállít tovább fegyvereket, ugye az előző kormány szállított fegyvereket. De ukrajának. utána elment Kievbe és megegyeztek, meg törvényt is módosítottak is a szlovák parlamentben, nem sokkal utána, tehát de mégis, Zelenszkij mégis, viszonyban van és el is ment. De hát azért sokkal erősebb kijelentései volt a például Robert Ficónak Ukrajnával kapcsolatban, mint mondjuk Orbán Viktornak bármikor, amit én ma találtam, és tényleg ugye ő azt mondta, hogy Ukrajnában egy fasiszta rendszer, fasiszta náci rendszer felszámolására készült. Nagyon a orosz igen, igen. És őt is, a, az orosz párti Igen, és, ne felejtsük, hogy van ez az ominózus, itt a hírtévében is rengetegszer szóba került már, ugye ez a Mitrovic, Mitrovic nevezetű. Mirotvoret. Mirotvoret ukrán szélsőjobbodai szervezetnek van egy halállistája. Ez gyakorlatilag minden nap bővül azokkal, akik Ukrajnát valami minimális mértékben is bírálni merik. De itt most Tehát... erről a költő íróról ugye nem Csak akkor gondoljuk, hogy tudni. a globális... Nem. nem lehetett tudni, nekünk. és hát óhatatlanul az emberbe fej, eszébe Én. jutnak Ember. ezek a régi dolgok. Veszünk egy picit belpolitikáról, kérlek, és ha már itt a szólásszabadságnál tartottunk, főpolgári előtti vitát szervez az, az ATV. Igen. Édikó anyacége amelyre Karácsony hát Gergely... A, igen, igen, az, hogy nem végül, hajlandó... Nem, nem, tudom most így értelmezni, de, Nem hajlandó igaz. hozzátok betenni a lábát Karácsony Gergely, helyette inkább a partizánhoz megy el. Azt mondja, hogy hitelességi problémái vannak az ATV-vel kapcsolatban. Ez. Úgy fogalmazott, a fentiek miatt most úgy látom hitelesnek, hogy csak egy vita legyen az, ami a főpolgármester élő műsorban van. Elnézést egy, egyrészt, hogy nem hajlandó betenni a lábát az atv ezt itt hadd had utasítsam vissza. A hitelességi ö, meglátásodat is nagyon határozottan visszautasítanám, ugyanis az nem az ATV-re vonatkozott, sőt ö, hasznosnak és hiánypótlónak nevezte, nem karácsony Gergely hanem Simon András írt mm. levelet a vezérigazgatónknak és a hírigazgatónknak, Va, igaz, és igaz, uh, igaz, hasznosnak és hiánypótlónak nevezték ezeket a vitákat. Na, nem Azért nem. emlékezzünk arra, hogy Simon András vezette 2021 őszén az ellenzéki előválasztásnál az első miniszterelnök jelölti televíziós vitát, ami nálunk volt az áttelevízióban. sőt, azt is hangsúlyozzák, hogy nagyon fontos a nézők eligazodása, az értékválasztás nem. szempontjából, és a vélemények ütköztetése. És szempontjából. Akkor miért nem megy oda? És ugye én úgy olvastam, hogy azzal indokolták, hogy mivel a Partizánban már ő élőadásban igent mondott, és ott lesz egy vita, és nem tudni, hogy a négy főpolgármester jelöltből egy-egy televíziós vitán hányan vennének részt ezért van, hogy ketten, van, hogy hárman, nem biztos, hogy mind a négyen ott ülnének, azt ugye már tudjuk, hogy a Partizán Viten ketten lesznek, Karácsony Gergely és Vitézi Dávid május 31-én, tehát ott Szent királyi Alexandra sem megy el, pont nekem nyilatkozta, megerősítette, hogy Gyurcsány lenne az igazi mm. ö, vita partnere, tehát hogy ezt hadd utasítsam, nagyon határozottan vissza, hogy nem teszi be a lábát és hitelességi problémái lennének az ATV-vel, sőt a Vox 2024 illetve az, azokban a politikai műsorokban lenne a vita, amik a, amik a legnézettebbek. Na, ezzel egy... indokolta, hogy így továbbra nem lenne sem hiteles, értjük, hogy... hogy, hogy kettő, három, négy főpolgármester jelölt jelenne meg, viszont a listavezetői vitát ugye azt nyilatkozta, hogy a listavezetők vitázzanak, és ebbé listavezetői vitát viszont rendez az ATV mindenképpen, de a vezérikazgatónk szóval még mindig engedjük egy picit Nem, szóval azért én, azért. én, nehezen tudok, ugye, értem szóval az ATV és a Karácsony Gergely közötti levelezésben, Simon András levelezésben, ugye érdemben hozzászólni, mert nem én bonyolítottam le ezeket meg, nem is, én, én nekem Karácsony magát az egész dolgot eléggé nevetségesnek tartom, ez a vita, a vitáról, Karácsony Gergelynek például most már tényleg itt már közeledik a ciklusának a vége, itt lenne az idő, hogy végre egyszer azokkal az újságírókkal is szó, szóba álljon, ahogyan Orbán Viktor és Gulyás Gergely minden második héten megteszi Orbán Viktor évente, évente többször, van egy nagy sajtótájékoztató, azok az újságírók, akik szobájon végre, akik neki nem szimpatikusak. Tehát karácsony is rendes. Nem rendes semmilyen, semmilyen nem, nem rendes. Hát csak arra minket például semmilyen nem Semmilyen jobboldali médiumot nem hív meg, semmilyen olyan médiumot nem hív meg, aki bármilyen kritikát megfogalmaz az ő politikájával szemben. Sőt, hogy az Origó ma bemutatta Karácsony Gergely, gyakorlatilag az egyik nagy kereskedelmi televízióval a kérdéseit is gyakorlatilag egy Egyeszteti, ráadásul annyira megbíznék benne, hogy hogy még a RTL Mondatúrus csatorna, még a munkatársai csak küldik egy interjúztatni, inkább a karácsony úr megcsinálja. A Én nem tudom, sajúsával. hogy egyezteti -e, vagy ezek milyen hírek. Ez az RTL klub mikrofonját fogta. Dávid is mondva csináltnak nevezte ezt, hogy nem jön el az... Nem csak, egyébként nem csak az ATV meghívását utasította el a hírek szerint, hanem az RTL klubét is. Tehát... Csúha a Kovács Andrásnak köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.